Na hát sok szeretettel köszöntök mindenkit a Zero Boltjában. Egy igazán jeles alkalommal gyűjtünk most itt össze. Én Gából vagyok a Tankapuja Butista Főiskola rektora. Vendégem, beszélgetőtársam, barátom Szaladják Tájkió István, a Van közösség vezetője. És hát abból az, alkalomból, azzal, abból az gyűjtünk össze, hogy bemutathassuk a Majima Mikáját. Butha Középhosszúságú beszédeinek teljes gyűjteményét magyarul. Mi azt mondjuk róla, hogy ez a tan forrása. A buddhista tanok, a buddhista tanítások, a budhai tanítások forrása. Hogy miért a forrása, és hogy miért jelentős itt ez a mostani pillanat, erről fogunk beszélgetni Szaladják Tarkó Istvánnal. A Magyar Manikája kötet, három kötet, mondjuk így, szerkesztőjével, mentorával, a fordító jóbarátjával, aki nincs itt ma velünk, de ki kell emelnünk mindenképpen német László Levente. Ő készítette a fordítást, amiről fogunk is beszélgetni, hogy hogyan, milyen formában. De mielőtt így a saját történetünket elmondanánk, mert nyilván ez is érdekes, szeretném, hogyha arról beszélgetnénk egy kicsit, hogy mi a magyi manikája jelentősége. Mi a buddha középhosszúságú beszédei gyűjteményének a jelentősége? Így a buddhizmuson belül, a buddhai butha, tanításokon belül, és hát a, a, a buddhai hagyománytörténeten belül. És hogy mi a jelentősége a magyi manikájának? Hát a legfontosabb az, hogy a magyi minden tanítás benne van, amiből a későbbi irányzatok kibomlanak. Na most tudni kell az persze, hogy a buddhizmuson belül, főleg a korai buddhizmuson belül van egy beszédek kosara nevű gyűjtemény, amiben vannak rövid beszédek, meg vannak hosszú beszédek, és van a középhosszúságú beszédek gyűjteménye. Mind a, mind a, hosszú beszédek, mind a rövidebb beszédek nem olyan bőségesen fejtik ki a tanítást, mint ahogy a középhosszúságú beszédek, illetve hát inkább azt mondom, ott is kifejtik, csak kicsit kicsit más, hogy ugye rövidebben, vagy pedig éppen nagyon hosszúra nyúlva. És itt a lényeg az lenne, hogy, hogy tulajdonképpen azzal, hogy középhosszúságú beszédek gyűjteményéről van szó, nem túl hosszú, de viszont nem is nagyon rövidek ezek a beszédek. És ráadásul, ahogy az előbb mondtam, eszenciálisan tartalmazzák Butának a tanítását. Tehát hozzáteszem, hogy ez a Téraváda iskolának a, a szöveggyűjteménye, de természetesen, mint ős forrás, mint a tan forrása, így kell használnunk a magyar manikáját, illetve akár a beszédek kosarát. De mondom, most itt a fő hangsúly a középhosszúságú beszédekre esik, amely a tanításoknak tényleg a igazi és valódi forrása. Na most a, tudni kell, hogy nem butha idejében jegyezték le ezeket a beszédeket, ugyanis akkor még szokás volt az, hogy, hogy megjegyzik a beszédeket, és buthának az, az Ánanda nevű tanítványa volt az, aki hosszú ideig őrizte ezeket a beszédeket, és aztán szájról szájra adták tovább ezt a hagyományt, még végül butha alála után jóval, olyan 300 évvel, ha jól emlékszem, történetben nem voltam jó, 300 évvel került lejegyzésre de ugye abban a korban ez egy teljesen bevett és hétköznapi dolog volt, hogy a létezett írásbeliség, sőt komoly írásbeliség volt, de mégis a bizonyos tanításokat kizárólag szóban adtak tovább, sőt, mi több most a buddhizmus keretei belül még a mai napig vannak olyan tanítások, amik nincsenek leírva, hanem közvetlen átadás útján adják át a, a, át a tanítást. Szóval tulajdonképpen ez egy Összefoglaló munka, és más oldalról meg magyarul, azért van jelentősége, mert eddig ez a teljes gyűjtemény ez nem jelent meg magyarul. Így van, tényleg különleges egyben látni a három kötetet, amikor kijött a nyomdából és először pillantást vettem rá, éreztem a súlyát, konkrétan is, de nem csak a fizikai súlyát, hanem a szimbolikus súlyát is annak, hogy ez megjelenthet magyarul. Hiszen, ahogy mondod is István, ez így ebben a formában együtt a 152 tanítóbeszéd, mert hogy 152 beszédet tartalmaz a három kötet, nem jelent még meg. Csak hogy időben elhelyezzük egy picit, hogy miről is beszélünk, hogy a butha az időszámításunk előtt körülbelül ilyen 5. század környékén élt, vitatják pontosan a születési dátumát, de nagyjából illet elhelyezni. A Majima Nikájáról azt mondják, hogy az időszámításunk előtti harmadik századtól az időszámításunk utáni második századig terjedő időszakban lejegyzett vagy megörökített tanítások vagy szövegek gyűjteménye. Nyilván a buddhától származó tanítások gyűjteménye ez, tehát valószínűleg a forrás az korábbi buthai életéből származik. Maga a lejegyzés időszaka, illetve a kanonizálódásnak az időszaka ez tulajdonképpen. Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy egy jó 2000 éves 2300 éves szövegkorpusz, szöveggyűjtemény, és ebből fakadólag én bátran állítom, hogy jelentősége a Bibliáihoz mérhető. Ahogyan a Biblia is egy nagy világvallásnak a szent szövege, és mind a zsidóvallásnak, mind a kereszténységnek, mind a mai napig meghatározó és hasonló időtávba visszanyúló szövege. Ugye a buddhizmusnak is van ilyen időtávba visszanyúló Eredete ilyen időtába viszonyuló szövegkorpusza, és ez jelenik most itt meg magyarul, tulajdonképpen. Tehát olyan, mintha a buddhista Bibliát látnánk itt, tulajdonképpen a, a, a szemünk előtt. Mondható ez? Abszolút nem mondható. Tehát ennél jobban nem is lehetne kifejezni, hogy miről is van itt szó. Úgyhogy. Persze a hasonlat azért nem teljesen így van, mert ugye a, a, ugye nem a teljes szövegek kosara van lefordítva, tehát az lenne úgymond a teljes biblia, de ilyen értelemben nincs jelentősége, mert minden benne van, aminek benne kell lennie. Tehát lényegében tényleg a buddhista biblia jelenik meg, és ugye a magyar nyelve már megjelent a korán, a, bu a bibliának is van több fordítása is, de ez még egyáltalán nincs jelent. És azért is fontos, hogy ez most magyarul megjelenjen, mert most például az internetnek a korában ugye számtalan... Ö olyan mondat kerül fel a online térbe, ami, amihez a buthának lényegében semmi köze nincsen, hanem valaki ott kitalálta, és akkor aláírta a butha, és akkor mindenki boldogan lájkolja ezeket a, ezeket a, mondatokat, de itt a forrást kell megnézni, és akkor látni fogjuk, hogy végtelen eredeti és hihetetlen intenzív képeket használ, de nem olyanokat, mint amik ezekben, a, ezekben az idézetekben többnyire benne vannak. Igen, a Magyumanikáját még emiatt is kiszokták emelni, tehát egyrészt azért, mert valóban a tanítások eszenciáját tartalmazza, talán a legemészthető formában, hiszen a középhosszúságú beszédek azt jelenti, hogy nem túl rövid, van idő a megértésre, van idő a kifejtésre, a végig gondolására, másrészt nem túl hosszú, az nem, nem, unjuk meg, <laughs> így egy-egy szutta viszonylag jó terjedelemben olvasható, megérthető, Megemézthető, de van még egy jelentőség, ami, ami miatt a Monikát ki szokták emelni, úgy általában véve a szuttapitokából és meg a buddhista kánon irodalomból, hogy talán ebben a, ezekben a szövegekben érződik leginkább, ezekben a tanító beszédekben érződik leginkább a kor, a, a környezet, a, 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 társadalmi környezet, a kultúra, az a világ, amiben a buddha született, és amiben élt, és amiben tanított. Tehát, hogy nagyon-nagyon a tanítások filozófiai, vagy eszméleti, szellemi tartalma mellett megjelenik benne egy, egy világ is, mondhatni. Hát ez nagyon pontosan így van, ugyanis jó néhány beszéd van, ahol nem csak a hasonlatok formájában jelenik ez meg, hanem például az embernevek, tehát nagyon sok korabeli embernek a neve van felsorolva a szövegekbe, de ezen kívül, ahogy az előbb említettem, hogy a hasonlatokban is, plusz meg még a szóhasználatban, ami Ben, nekünk úgy majd a fordításról esik szó, de a fordításba vissza kellett bogarászni, hogy tulajdonképpen miről is van szó sokszor, mert euh, amikor szóba kerül az, hogy milyen büntetés jár, azért persze most nem szó szerinti büntetés, hanem hogy milyen, milyen módon a király például, milyen módon bünteti meg az alatvalóit, akkor olyan kínzóeszközök neve merül fel, amivel ami nekünk igazából már fogalmunk sincsen, vagy vaskarmokkal, meg nem tudom ilyenekkel, most persze nem tudok pontosan idézni, de, de nagyon eredeti ilyen képek és, hát és szavakat használnak. Tehát visszaköszön a kor, visszaköszön a kultúra, visszaköszön az a közeg, amiben a buddha élt és tanított. És én úgy gondolom, hogy ez a mai korban nagyon fontos, mert uh, általában megfosztódnak a kontextusuktól a tartalmak. Minden ilyen uh, kis morzsává, egy-egy bölcs gondolattá, vagy mondása, aforizmává válik, ahogy azt te is mondtad, pláne, hogyha nem a butha mondta. De még akkor is, ha a butha mondta, mi, mi, volt annak a kontextusa? Hogy hangzott az el? Mi volt az eredete? Mi volt a következménye? Mi volt az első mondat, az utolsó mondat, amiben az, az ugye elhelyezkedett? Tehát nagyon fontos, én úgy gondolom, nem csak a konkrét tanításokat értelmezni, majd még erről fogunk beszélgetni, hogy mi volt a fordítás megközelítése, hanem azt a világot és azt a közeget, Amiben ezek a tanítások megszülettek és elhangzottak, és hogy az a kor, az a közeg, miért volt nagyon egyedi a maga módján, de miért volt mégis univerzális. Tehát miért lehet magunkra ismerni ezekben a szövegekben, ezekben a tanításokban, nagyon-nagyon akár konkrét mai módon is. Igen, hát amit én mindenképpen kiemelnék, hogy a buta tanításának a lényege az, hogy felállít egy koordináta rendszer, amiben minden olvasó el tudja magát helyezni, tehát olyan értem, hogy milyen messze vagyok vajon attól az ideális állapottól, amiről a szöveg szól. Tehát amikor elolvasod a szöveget, akkor, akkor felismerheted magadba, hogy hát bizony van még bennem, vagyok, ellenszer, hát bizony van még bennem ilyen vagy olyan tulajdonság, ami az énemhez tartozik, és ezt most nagyon fontos elmondani, hogy tulajdonképpen butha a hanvas értelemben, ahogy, ahogy kifejezte Hanvas Béla, az aranykor határán élt, de már a történelmi korba lépett be, és az ő igazi nagy felfedezése az, hogy a szenvedésnek van egy olyan oka, ami, ami lényegét tekintve az én. És ez az én nem azonos a tudatosságunkkal, tehát nem azonos az igazi tudatosságunkkal, a legmélyebb a valónkkal. És ez egy óriási felfedezés, mert az aranykorba, ez a kettő dolog, már úgy értem ebbe a, ebbe a, a idő előtti korba, ez eléggé egybe mosódik. De tulajdonképpen ez a 2600 éve, ez arról szól, hogy ez az ember 2600 éve felfedezte azt, amit most mi éppen csak elkezdtünk kapírgálni a pszichológia, meg az egyéb tudományok segítségével. És ő. Elképesztő módon és pontosan fejtette ki azt, hogy ez az én hogyan akadályozza meg az életben lévő boldogságunkat, illetve a, 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 egyáltalában véve, hogy hogyan, hogyan éljünk, és a, az énünk hogyan akadályozza ezt a, ezt a hétköznapi életet. Egy kicsit bemutatnánk talán a három kötetnek a struktúráját, mert nagyon egyszerű. Három kötet, Igen. mindegyik kötet öt osztályból áll tehát 3 x összesen 15 osztály, így nevezi a, a, a struktúráját, a, 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 a Kánon ő, tulajdonképpen ezt a kifejezést használja, és minden osztályon belül 10 szutta található, 15x10 az 150, kivéve az utolsót, ahol még plusz 2 van, tehát ott 12 van, ha jól emlékszem, tehát összesen 150. 152 beszéd van, való, van, valóban így van, most hirtelen már nem emlékszem pontosan, de elképzelhető, hogy valamelyikben kevesebb van mm. egyel, és aztán az valahova bepótlódik, de a lényeg az, hogy, hogy, valóban így van, hogy tíz darab, tehát nagyon világos és egyszerű struktúrája van a könyvnek is, de a korabeli gondolkodásnak is hozzáteszem, tehát ez egy indiai sajátosság volt, hogy imádták ezt, hogy ilyen kategória rendszereket állítanak fel, és tulajdonképpen a könyv, hát nem ez a könyv, hanem maga, maga az eredet, az a Majima és követi ezt a fajta struktúrát, Túláltságot, tehát ö, most kis túlzással élve, akkor 15-ször 10, 10 beszéd. Igen, igen. Plusz 2. Igen, igen. És mindegyik tízesnek megvan a maga témaköre is, tehát, az, a, a, tehát minden osztály valamilyen szempontból szól valamiről, e, például a hasonlatok osztálya, vagy a, Brahman, a brahmanák osztálya, stb. 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 Tehát egy, egy logikai struktúrája is van az egész kötetnek. Beszéljünk egy picit a fordítás jelentőségéről. Eddig a Nikája jelentőségéről esett szó, persze nagyon felületesen hiszen az órákat is lehetne tartani, hogy, hogy, hogy beszélgessünk a szutták konkrét tartalmáról. A fordítás jelentősége miben áll? Nem a jellegére gondolok, meg nem is a történetére, mert azt külön meg fogjuk még beszélni, hanem a jelentőségére. Léteztek a Majima is már szutták magyarul, egyet -egy szutta lefordításra került jeles orientalisták, indológusok és más fordítók által az évtizedek alatt. De az igazi jelentősége talán abban áll, hogy senki nem vállalkozott arra, hogy az egészet lefogja. Hát ez így van, és ennek az elsődleges oka egyébként az volt, hogy tényleg találtunk különböző fordításokat, és a legtöbb fordítás ugye a Vekerdi József csinálta annak idején, és mindenki ezt a kötetet veszi meg a boltokban, mert ráadásul az egy válogatás kötet. És Na elég most, jó, vékony. igen, elég, elég, vékony is. Ráadásul egyébként nem csak a Magyar van benne igen. szöveg, hanem a rövid beszédekből is. De a lényeg, hogy ő egy indológus volt, és igazából nem nagyon értette, és nem is érdekelte a buddhista világ. És ezért nagyon sok dolog tulajdonképpen félre van fordítva benne, és mi megpróbáltuk ebben a fordításban és ebben a szövegben ezeket a félrecsúszásokat helyre tenni, illetve hiányos is volt az ő fordítása. Arról nem is beszélve, hogy. hogy következetesen kellett használni végig a terminológiákat a 152 beszéden keresztül, tehát amikor belefogtunk ebbe, elgondolni nem tudtuk, hogy ez micsoda meló, mert vannak ismétlődő szövegrészek, meg mindenféle ilyen oda-vissza utalások ugye a köteteken belül, hogy nem tudtuk elképzelni, micsoda munka ezt egybehozni. És ráadásul ugye az egyik fordító így fordítja, ezt a szót a másik fordító úgy fordítja, és tulajdonképpen az, hogy a 152 beszédben következetesen vannak használva ezek a, ezek a szavak, ez, ez egy fontos, fontos, dolog ebben a fordításban. Igen, tehát egyrészt jelentősége az, hogy az egész le van egyben van, a másik jelentősége az, hogy euh, konzisztens, tehát van, végig, végigvonul egyfajta látásmód a fordításon, ami az elejétől a végéig ugyanaz, bár nyilván egy időtávon belül bontakozott az ki, majd megbeszéljük, Igen. hogy pontosan hány évbe is kerül, vagy telt ez a fordítás. Üh, harmadrészt azt is lehet mondani, hogy hogy úgy tudjuk végigolvasni a szuttákat, ahogyan azok kanonizálódtak, az az összes ismétléssel, az összes repetícióval együtt, pontosan. aminek annyi jelentősége, hogy miért így, Kanonizálódtak ezek a szövegek. Tehát miért van bennük egyfajta ismétlődő jelleg, miért van az, hogy egyes -egy után belül a butha akár ötször is elmondja ugyanazt? Beszélgessünk egy erről egy kicsit, jól hogy, jól hogy jól. ha majd az olvasók a kezükbe veszik, akkor ezzel fognak találkozni, és nem úgy fog a szöveg megjelenni, mint egy regény, aminek van egy sodró, lineáris, előrehaladó haladó lendülete, hanem egy ilyen cirkulációban, egy ilyen egy ilyen ö, folyamatos, ö, már, már spirális önismétlésben, de mégis valahogy előremutató módon jelenik meg benne a mondani. Pontosan így van, és egyébként az eddigi fordításokban, és főleg most a vekerdi fordításra gondolok, pont ez hiányzott. Tehát lényegében mi most minden ismétlés beletettünk a szövegbe, azért is ilyen vastag a könyv, de ennek megvan a maga jelentősége. Ugyanis itt a magának a szuttának egy tudati, Áthangoló feladata is van. Tehát miközben olvasod a szutát, közben a tudatod is elkezd megváltozni, mert olyan, mint a tengernek a hullámzása, hogy egyszer egy koncentratív feladat, tehát figyelned kell, hogy mi az, ami változott benne. Tehát ez az egyik. A másik pedig az ismétlés által hasonló módon működik, mint a magyar baladák, hogy az ismétlés által egy másik tudatállapotba helyez be, és, és ez a igazán fontos a szövegeken belül. És csak képpen mondom, hogy a fordító, mivel nagyon sokat foglalkozott a szöveggel, be, lényegében a fordítás alatt szinte folyamatosan beteg volt, mert annyira intenzíven hat a szöveg ezáltal, ezek által az ismétlések által, hogy, hogy annyira intenzíven hat a tudatunkra, hogy bizony ezek a változások ezek el, el, előjönnek. Ugye szoktuk azt mondani, hogy a buddhizmusnak Kulcsfontosságú lényegi eleme a meditáció, lényegi eleme a gyakorlás. Másik oldalról pedig olvasuk a hagyományos szövegeket, ilyen-olyan olyan fordításokban, és ezzel a fajta repetitív ö, technikával, amivel maga a, a memorizálás is működött annak Minden. idején, hiszen azért voltak ezek az ismétlések ö, a szövegekben, hogy könnyű legyen őket megjegyezni, és tovább lehessen őket adni. Tehát az ismétlések segítették a megjegyzést, de valószínűleg ezen túlmenőleg segítették a tanítások meditatív ö, megélését. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy meditálunk tanítások nélkül, az egyik oldalon, a másik oldalon meg tanításokat olvasunk meditáció nélkül, és akkor ez a kettő így válik, hanem arról van szó, hogy a kettő egy ilyen típusú ö, szövegkorpuszon keresztül és olvasáson keresztül egyé válik az olvasás és a meditáció. Az olvasás meditációvá válik, a meditáció pedig feltöltekezik Pontosan valamiféle tanítási tartalommal. Pontosan Tálán. így van, és csak egy rövid kis sztorit mondanék erről, hogy erre akkor jöttem rá, amikor még 1993 vagy 94 ben a barátaimmal Indiába voltunk, és többetesen Bódgajában, és minden este kimentünk oda a bolti fá, fához, és egy teljes szerzetes hangosan recsitálta a szuttát, valamelyik szuttát. Én egy szót se értettem belőle, de egy biztos, hogy ő minden este, legalább itt, én, fél órát és másfél óra között töltött időt ezzel, és teljesen világos volt, hogy számára ez nem egy szövegmondás, hanem maga a meditáció. És utána, csak így érdekesképpen mondom, miután ő elment, én beültem arra a helyre, ahol ő mondta ezeket a szövegeket, és tulajdonképpen pedig olyan volt, mintha egy másik energiatérbe helyeztek volna, vagy egy másik világba, mert az, a, a, az ott megteremtődött, a, az, azon a helyen, ahol ő ezeket a szuttákat ö, ö, hangosan mondta. Tehát lehet egy meditációs praxis a szuttolvasás? Hát abszolút mondom, sőt, a tájszerzetesek egyrészt a kifejezetten így használják. Ez, ez, ez vezet át egy picit ö, a fordítás jellegére. Hogy, hogy most így, akik még nem látták, nem olvastak bele, hogy képzeljék el a szövegeknek a magyar formáját, a magyar magyarul megjelenő szöveget, a magyarul megjelenő tanításokat, hogy válik ez élővé magyarul, hiszen ismerjük a recitációkat, hallottuk is, páli nyelven van egy ritmusa, van a páli nyelvnek egy nagyon sajátos ö, atmoszférája, Ugye a páli nyelv az a nyelv, amin áthadományozódott ez a, ez a szövegkorpusz. Ez egy óind nyelv, a szanszkrithoz közel áll. Bizonyos szavait ma is használják az új nyelvekben természetesen. De van, egy, van egy sajátos dinamikája, egy ritmusa, egy, egy világa. Hogy lehet egy indoeurópai ősi nyelvből magyarul megszólaltatni ezt az atmoszférát, ezt a ritmikát, ezt a meditatív karaktert? Hát ez, őszintelek, ez nagyon nehéz volt, ugyanis, ugyanis az eredeti szöveg szárazabb, mint, mint ahogy a mi fordításon készült, de a másik oldalról viszont, mert, mert ahogy, ahogy, a korabeli nyelv, a korabeli szanszkrit az egy nagyon gazdag nyelv volt, tehát cizellát, mint egy barokkos nyelvezet, és ehhez képest a páli és a butha szövege egy ehhez képest egy, leegyszerűsít egy technokrata nyelv, a, amit a butha használ, de pont azért, hogy kiemelkedjen a kora nyelvű környezetéből. Na most nekünk egy picit vissza kell dolgozni, hogy egy kicsit irodalmibbá tegyük azt a le, ö, lecsupaszított szöveget, mint ahogy a butha beszélt, és ezért megpróbáltunk egy egyensúlyt találni az irodalmi és a tanítási nyelv között. Hogy képzeljük el, mennyire arhaizáló, mennyire biblikus, Igen. vagy éppen nem? Ez a megalkotott magyar szöveg? Hát igazság szerint ez egy kicsit arhaizál, tehát ez egy kifejezetten irodalmi szöveg is, tehát nem csak a tanítási oldala számít, hanem hanem irodalmilag is élvezhető alkotást próbáltunk létrehozni, és azt gondolom, hogy sikerült, mert nagyon választékos a nyelvezete, és bizony, hát néha, néha arhaizál is, de nem, tehát, hogy mondjam, nem abban a mértékben, amiben a, a hétköznapi ember ne érthetné meg. És ez cél is volt, hogy a hétköznapi ember számára is olvashatóvá váljon. Tehát mondhatni egy irodalmi, de nem túl affektáló, Pontosan. egy arhaikus, de nem arhaizáló, nem tudatosan arhaizáló, de, de a jellegében mégis ízes. Igen. közérthető, és igazából a tanítás megértését célzó, ha jól. Ha jól. Hát, én ahogy olvastam, én azt vettem észre, hogy hogy a szófordulatok, a ritmika, a, a, a magyar nyelv sajátos grammatikájának az érvényesítése mind azt a célt szolgálta, hogy a megértés és a tanítás befogadása ö, ö, lehetővé váljon. Hát pontosan így van, és sokszor az is történt, hogy felolvastuk a szöveget, mert kiderült az, hogy, 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 hogy tehát hangosan, mert amikor olvasuk a szöveget, az teljesen más, mint amikor recitáljuk. És amikor ö, ö, felolvasuk hangosan a szöveget, akkor kiderül az, hogy az a dolog, amit mi átadni akarunk, az nem működik. És ezért sokszor, a, amikor így elakadtunk egy-egy szónál, vagy egy-egy fordulatnál, akkor, akkor hangosan fel kellett olvasni a szöveget. Igen, beszéljünk még egy aspektusáról ennek a fordításnak, a fordítás jellegének, ha már ennél a témánál tartunk. Említettük, hogy számos szuttának készült már korábban fordítása, alapvetően nyelvészeti, filológiai, orientalista, szakmai mondjuk megközelítéssel, ahol van egy szó, annak van egy szótári definíciója. Tudjuk, hogy a szanszkrit és a pál úgy működik, hogy nem egy szótári definíciója van, hanem 15, vagy 30, vagy 100. És akkor a fordító ilyenkor mit csinál? Megpróbálja azt az egyet kiválasztani magyarul, ami talán az lehetett, amit az a eredeti párja vagy szanszkrit szó akart jelenteni. De kell valami fogodzó, ami alapján kiválasztjuk, hogy miért ezt a szót, vagy miért ezt a szót, vagy miért azt választjuk. Nyilván a konzisztencia segít, tehát, hogy itt ez volt a jelentése, és ugyanaz a szó előkerül később, akkor hát, ha ugyanaz a jelentés, jé, de ott a szövegkörnyezet más, tehát nem ez a jelentés, akkor vegyük vissza itt is erre vagy arra. De de kellett szerintem még valami ahhoz a német László Leventétől is, meg tőled is, meg nyilván a te saját életutatból fogadóan a buddhista praxisból is, ami eldöntötte, hogy egy-egy mondatnál, egy-egy kifejezésnek miért ezt a magyar megfelelőjét választottátok, és nem egy másikat. Tehát, hogy nem egy nyelvészeti megközelítés, csak ez, hanem, valami más is, és mi egyáltalán, volt ez a legés? Igen, egyáltalán nem csak nyelvészeti közelítés, hanem egy gyakorlati közelítés. Tehát a, a, mi szempontunk ebből a könyv, vagy ebből a, tehát a mi szempontunk az volt, hogy egy olyan könyvet tegyünk le, ami a hétköznapi ember számára használható és gyakorlat. És ami fordulatok benne vannak, az többnyire, vagy nagyon sokszor a praxisunkból adódik, tehát a meditációs praxisból, mert valójában a buta tanítása az egy gyakorlati tanítás. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy olvasgassuk a szöveget, az nagyon fontos, de át kell váltani gyakorlatra, át kell váltani meditációba, és hogyha ebben nincs praxis az embernek, akkor bizony nagyon könnyen eltéved a, a szöveg dzsungelébe. És ebből a szempontból ugye nagyon sokat segített, hogy én már nem tudom, húsz, akárhány éve gyakorlom a meditációt, és a Levente is, és akkor vagy a László. És így ennek megfelelően próbáltuk megcsinálni a fordítást és nagyon sok lábjegyzetet és nagyon sok uh, ilyen kiegészítő szöveget tettünk hozzá, hogy ez a hétköznap életbe is használatolvá váljon. Sajnos messze men, nem hagy itt, mint amennyit lehetett volna, de akkor lett volna még háromszor ennyi kötet. Tehát, de, de legalább egy iránymutatás, hogy milyen irányba kell és hogyan kell gyakorolni, az mindenképpen benne van. Lehet, hogy uh, illetlen lesz a kérdés, de Nyilván rég is volt már, hogy, hogy ezek a szövegek így a napi fordítás szintjén ott voltak a, 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 a szemetek elő, de tudsz -e esetleg arra a példát, vagy példákat, hogy egy-egy kifejezés, akár központi kifejezés a buddhizmusnak, vagy éppen marginális kifejezés a buddhizmusnak, hogy változott meg, vagy hogy értődött meg a meditációs praxison keresztül, és hogy tettétek le a voksot egy, egy határozott jelentés mellett, hogy már pedig Azért, mert ezt én a meditációban így tapasztalom meg, ez ezt jelenti, és nem pedig azt. Igen. Na, most pont azért veszem elő a könyvet, mert fejből azért, ezért most már nem nagyon emlékszem, de a nyolcas számú szuttába a megsemmisítésbe például van egy fordulat, és elsősorban egyébként a dzsánák esetében a, leg, a legérdekesebb ez, a, amikor is Uh, ahogy az elmélés fokozataiba haladunk, ott, van a, ott vannak azok a fordulatok, amikor, a, amikor ez a megértés ez megjelent. Na, tehát például rögtön itt van, hogy azt mondja, előfordulhat csunda, hogy az érzelki élvezetektől teljesen eloldódva, a káros, üdvöt nem hozó állapotoktól teljesen eloldódva, figyelmét akaratlagosan egy irányba terelve, és az összpontosítottság fenntartására törekedve a szerzetes, az elmélyedés első szintjére lép. Na most ez az eredeti szövegbe sokkal minimálisabban van leírva, és ráadásul egy olyan joga fogalmakkal van leírva ez a szöveg, ami, ami a mostani korban már nem érvényes olyan értelemben, hogy nem tudjuk, hogy mi volt pontosan a jelentése. és itt történik az, hogy a praxisból következően, amikor leülünk meditálni, és elengedjük, elengedjük a dolgokat, akkor van egy pont, ahol a figyelmünket muszáj akaratlagosan egy irányba terelni, az esetében ez ugye a légzés, egyébként a, a szatipatán esetében is a légzés lesz, de muszáj, hogy a figyelmünket egy irányba tereljük, és amikor ez az egy irányba terelés megtörtént, akkor léptünk rá a, az első szintjére, az elmélyedés első szintjére, amit egyébként Gianának mondanak, tehát első Gianának. De mondom tovább, csak érdekességképpen, hogyha már itt tartunk, az, hogy az elmélyedés első szintjére lép, amely telve van az eloldottság szülte lelkesültséggel és örömmel, és ott időzik. Tehát itt a szöveg megint csak nagyon fontos, mert amikor ebben a Ebbe az állapotban lépsz be, akkor egy öröm, egy természetes öröm támad fel benned, ami a tudatodnak az eredeti öröme, és független minden külső tényezőtől. Aztán folytassuk tovább, csak egy pillanatra. Ö a következő gyána ugye előfordulhat, hogy figyelme akaratlagos egyirányba terelésének felszámolódásával és a föntartott összpontosítása való törekvés kihunyásával a szerzetes magabiztossággal és egyhegyőséggel felruházott elmélyedés második szintjére lép. Na, itt az a fontos ebbe a szövegbe, hogy, hogy, hogy teljesen világosan értsük, hogy a következő szint, amikor az egyhegyűség következik, az egyhegyűségbe következik, az csak akkor tud bekövetkezni, amikor már, el, amikor már el tudod engedni ezt az összpontosításra való törekvésedet is, hogy hú, most nekem marhára kell figyelnem, mert akkor akkor különben nem tudom, mi lesz, ha nem figyelek eléggé. Tehát magyarul ott is van egy, egy, egy pillanat, amikor ezt is el kell engedni, és akkor tudsz az egyhegyűségbe belépni, Sőt, mi több ez az egyhegyűség valójában nem is, nem is tőled függ. Az, az az érdekes, hogy ahogy a meditációs élmény kibontakozik, abban van egy univerzalitás, van egy egyetemesség. Tehát függetlenül attól, hogy ki meditál, mert ma egy olyan világban élünk, ahol nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy miben különbözünk, meg miben vagyunk egyediek, meg az én érzésem, az enyém, a tied, a tied, és én így érzek, te úgy érzel, és mindenki nagyon más. És kiderül, hogy a tudat szerkezete, a tudat struktúrája, hogyha ö, elkezdünk vele foglalkozni, elkezdünk vele törődni, elkezd feltárulni, elkezd felfejtődni, és ebben lesz egy olyan egyetemesség, egy olyan univerzalitás, ami tulajdonképpen minden meditációs... Gyakorlónál, Pontosan. ha a ha, ha meditációt ö, folytatja az előírtaknak megfelelően, akkor elkezd magától automatikusan bekövetkezni. Pontosan. És ebből fakadóan ö, azt lehet mondani, hogy el lehet jutni akár 2500 évvel később is azokra a meditációs szintekre, azokra, az, azokra a tudatállapotokra, azokra a létélményekre, amiket a buddha megélt, amiket átadott a tanítványainak, és amelyek nála az ő esetében tudjuk, hogy elvezettek a megvilágosodáshoz, és ami sok embernek törekvése, hogy talán hát, is elvezetnek. De nem valami nagyon egyéni dolgot kell itt elképzelni, hanem egy ilyen egyetemes dolgot, ami így felsejlik. És ezért lehet az, hogyha ti egy ilyen meditációs praxisban élitek meg a szöveg jelentését, akkor annak a lefordítása az valószínűleg fogja hordozni ezt az egyetemességet. És nem egy, adhok jellegű, plusztán nyelvi elemzésből fakadó fordítás lesz, hogy akkor ezt fordítjuk, így tetsz is, szerint. Így tetsz Pont, tetsz pontosan is. így van. Tehát, és ez a, ez a buthának az óriási felfedezése, hogy az emberi tudat struktúrája az mindenkinél ugyanaz. És ez, meg, tehát ez megdöbbentő, hogy gondoljátok el, hogy ez 2600 éve fedezte fel, és ma kimegyek az utcára, és ezt mondom, akkor még most is van lennének, akik csak néznének rám, hogy, hogy tényleg, hát nem, nem, mert a nem tudom kinek nem olyan. De olyan. Tehát magyarul mindenki számára elérhető, és mindenkinek a tudata ugyanúgy struktúrálódik, tehát magyarul, hogyha ezt a praxist, ahogy a Gábor mondta, folytatod, Egyébként nem csak ezt a praxis, bármilyen meditációs praxist, akkor ugyanazokat a szinteket fogod elérni, ugyanazokat az állapotokat, és a végén ugyanarra a hegycsúcsra fogsz felérni. Semmiatt lehet azt mondani, hogy aki ebből az állapotból éli él, él meg a szöveg jelentését és próbálja lefordítani, az lehet, hogy közelebb áll egy adott szóválasztásával a, 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 a mondjuk így a valósághoz, ahogy azt a buta ki akarta fejezni, mint hogyha egy tetszőleges szótári definíciót a Hát mindenképpen, hiszen, ez egy, hiszen az egész kötet egy gyakorlati tanítás, hogy ülj le, ezt és ezt csináld, és ha ezt és ezt csináld, ez és ez történik, tehát tulajdonképpen ezt visszafejteni csak onnan tudod, ha te magad csinálod. Ha a szótárból nézegeted, akkor soha nem fogod megérteni, hogy mi van odaírva. Igen. Egyszer, ez, ez és én, én azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb jelentősége ennek a fordításnak, mert az ritka, még mindig nem csak egyébként a magyar, hanem akár a nemzetközi fordítási irodalomban is, hogy gyakorló megközelítésből fejtsék fel egy szövegnek az értelmét és a jelentését, és adjanak ebből kiindulva egy fordítás alternatívát nem pedig valamilyen pusztán nyelvészeti megközelítés. Hát így van, de most hozzáteszem, hogy ebből a szempontból ugye nekünk az volt a nagyon nagy szerencsék, hogy mi a zen vonalán gyakorlunk, és ott pontosan így működik a rendszer, hogy, hogy van egy koan, aminek nem a nyelvi jelentősége számít, hanem a, a, a belső út, amin ami, ami végül a koan segítségével, és tulajdonképpen ezek a szövegek hasonlóan működnek. Tehát végül is ez volt a nagy felfedezés, hogy hoppá, hoppá, itt ugyanarról van szó, csak mondjuk másra a megközelítés, de a lényegét tekintve ugyanaz. Beszéljünk még egy picit magáról a történetéről a fordításnak. Tehát most eljutnánk egy picit hozzátok. Ugye válthatatlanul kiemelném Német László leventét, hiszen az ő fordítása, az ő szövege állít előttünk. A te szereped nélkülözhetetlen volt a történetben, mint társ, mint szellemi társ, mint partner, akivel végig lehetett venni a szövegalternatívákat, végig lehetett egyeztetni a, 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 konkrét fordítási alternatívákat, meg lehetett ezeket a felolvasásokat tartani. Mesélj egy picit nekünk arról, hogy hogy született ez a fordítás? Hogy indult ez a fordítás? Hogy indult a ti szellemi kapcsolatotok? Hogy lett ebből ez a fordítás, és mennyi ideig tartott, és hogy, hogy zajlott le ez az egész? Mert ez egy, ez egy regény önmagában véve. Hát igen, elég érdekes történet. Hirtelen nagyon messzire fog ugrani, ugye, és én a, 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 német László Leventét, én csak Lacikának hívom, szinte gyerekkorom óta ismerem. Tehát nagyon fiatal korunkban ismerkedtünk meg, és én tőle kaptam először a hamos szövegeket. Tehát az én első mesteremnek Havas Bélát tartom. És aztán, ahogy telt az idő, én elindultam ezen az úton, már csak azért is, mert a Hanvasnak az volt a konklúziója a Hanvas szövegeknek, hogy mindenkinek van egy saját útja, és azt el kell kezdeni járni, és gyakorlattá, tehát meg kell valósítani. Na, tehát elindultam ezen az úton, a Lacika keresett mindenféle más utat, és aztán ő is ugyanide, ide, ugyanide ki. És aztán mondom neki, amikor találkozom ilyen mélyebben a vekedi féle fordításra, hogy figyelj, itt Ilyen dolgok vannak, hogy szögletes zárója három pont, és mi van ott egyáltalán? Az egyszerűen ki van hagyva, az, az nincs ott. Vagy például így fordítja a Weckert ezeket az állapotokat, amikről az előbb írtam, hogy révület. Tehát, mi sem áll távolabb attól, hogy ez révület legyen. Tehát ez, ez egy őrületes félrefordítás, tehát lényegében félre tájékoztatja az embereket, és mondom, hát valahogy rendbe kéne tenni, fordítsuk le. Hát, hát mennyi idő? Hát most szerintem megvan egy év alatt, mondtam neki. <laughs> mondom, hát utána. Na, no, egyszer, mint száz, Nekik kezdtünk, hát is kiderült, hogy nem lett egy év, hanem 16 lett belőle. Persze nem minden nap foglalkoztunk a szöveggel, de ő Debrecenből akik én, én meg vidéken lakom, és hát kezdett be, akkor jött be ugye az online világ, a Skype-on beszéltünk ha. meg minden ilyen, ilyen, kényes kérdést, és akkor mondtam, hogy én inkább ne azt a szót használj, meg mit tudom én, meg mondom neki, figyelj, stílusban ez nem passzol. Mert egyébként nagyon, tehát nagyon jó a fordítás. És olykor az ő személyiség is átszűrődik rajta, mert van egy nagyon speciális és nagyon jó pofa humora is, ami belekerült a szövegbe. Tehát például van olyan, amikor a buta így szólítja meg a, a valamelyik embert, hogy jó ember. Tehát, tehát ugye ez egy meglepő kifejezés abba, abba, abba a környezetben. Na egy szó, mint száz, hogy, hogy kezdett be Skype-on beszéltünk, utána utána kinyomtatódott a szöveg, a teljes szöveg, egy barátunk segítségével, akkor egyébként elég nehéz volt kinyomtatni ennyi szöveget egyszerre, akkor azt elkezdtük olvasgatni, mit tudom én, akkor kiderült, hogy akkor az se jó. Na, egy szó mint száz, hogy nagyon sokan mentek át a szövegen, olyan értelemben véve, hogy lektorok, és aztán a végén, a, a végén mi, amikor már azt hittük, hogy nincsen menne hiba, és találkoztunk, ugye, vagy amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor a Major Szilvi még egyszer átnézte a szöveget, itt van különben valahol, még egyszer átnézte a szöveget, és kérdezte, hogy hát bizony nagyon-nagyon sok ilyen apróság van még, amit ki kell javítani. De egy a lényeg, hogy, hogy egy folyamatos konzultáció volt a szöveggel kapcsolatban. Ugye Páli eredetéből fordította a László ezt a, ezt a szöveget. Ezért tanult meg Páliul, vagy már tudott Páliul előtte, vagy ezen keresztül tanult? Hát nem tudott előtte Páliul, és igazából ezért tanult meg. És most ott tart ez a dolog, hogy egy Páli nyelvkönyvet ír, tehát a nyelvkönyv alatt azt értjük, hogy nem a szabályok gyűjteményét, hanem mint egy angol nyelvkönyv, hogy hogy lehet megtanulni Páliul, mert ő egyébként nyelvtanár, és úgy döntött, hogy hát ezek a... Tanuljunk meg Páliul, igen. igen, igen, és, és azok a nyelvkönyvek, amik eddig ugye Megjelentek akár magyarul, akár angolul, nem igazán ebből a szempontból írottak, hanem valamilyen nyelvtani struktúrák szerint, nem pedig a, a, a gyakorlati uh, tanulás szempontjából. Úgyhogy ebből már van 230 oldal, vagy ha kész lesz, akkor nyugodtan vegyétek meg, ha pálul akartok tanulni. Hát nyilván meg fogunk tanulni pályul ezek Igen. után. Hogy, hogy éltetek ebben a 16 évben, amíg zajlott ez a fordítás? Tehát nyilván valamiből azért meg is kellett élni. Ezért ez egy, ez egy óriási önfeláldozást követelhetett, hogy időt folyamatosan erre szálljon az ember. Tehát kellett, ez önmagában egy praxissá kellett, hogy váljon. Hát mondhatjuk, hogy mit tudom én, este tíz és kettő között csináltuk többnyire ő, ő, ő nappal csinált valamit, én este átnéztem, és akkor másnap beszéltük, vagy lehet, hogy két nap múlva beszéltük, mert hát mondom, nem, azért nem úgy volt, hogy minden egyes nap ezzel foglalkoztunk, de hát meg, neki is meg volt a maga dolga, tehát ő, ahogy mondtam, angoltaná, tehát ő a, a, angolt tanított, én pedig a, korábban filmes voltam, aztán később pedig a zenbe bonyolultam bele. Igen, ugye az egyik leg, legérdekesebb fejleménye ennek a fordításnak, vagy vívmánya ennek a fordításnak, hogy senki nem tudott róla. Vagy hát nagyon kevesen tudtak róla, hogy e, hogy ez készül. Mi magunk is ugye a buddhista főiskolán, nekünk is vannak páli tanáraink, nekünk is vannak buddhista tanítók, mi is fordítunk szövegeket, de úgy elmondhatni ezt a, a magyar orientalista szakmáról, egyetemen, itt-ott vannak szintén nyelvtanárok, fordítanak szövegeket, és nem a egyetem katedráiról, még csak nem is a főiskola műhelyéből, hanem valahonnan teljesen máshonnan született meg ez a munka, valahonnan nagyon máshonnan jött ez a, ez, a, ez a vívmány, hogy így fejezzem ki magam. Olyannyira, hogy amikor találkozok kollégáimmal, barátaimmal ezen a szakmán belül, az első kérdés, amit nekem feltesznek ma, vagy nekem szegeznek ma az hogy Magyima Nikája megjelent? Honnan jelent ez? Honnan jött ez? Honnan jött? Tehát ez, ez, ez a kérdés. De tényleg honnan jött? Aha. Hát ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Valóban nagyon kevesen tudtak róla, és ez szándékos is volt az az igazság. Mert nekem az a tapasztalatom, és igazából ebből indultunk ki, hogy ahhoz, hogy egy tényleg elkészüljen egy ilyen nagy volumenű munka, egyrészt kell egy őrültség. De a másik oldal, hát jó értelme vett De a másik oldalról pedig minél több ember próbál beleszólni egy ilyen szövegbe, minél több ember hozzáteszi a magáit, annál biztosabb, hogy elvész a bába közt a gyermek, mert egy végtelen vitasorba keveredünk, hogy az nem úgy van, hanem amúgy van, és akkor ez a szöveg nem jó, az hogy is hívják, nem jó. Tehát én azt tapasztaltam az eddig életemben, mert ugye korábban filmes voltam, hogy a legjobb az, hogyha az ember egyszer belelág, és végigcsinálja. Függetlenül attól, hogy, hogy lesz ebből eredmény, vagy nem, egyszerűen bele kell vágni, és mint a bulldozer végig kell menni rajta, mert ö, különben ö, mindig szétszóródik. Tehát bizonyos szempontból, hogy jól mondtad, ez egy meditációs praxis, és az csak akkor működik, ha következetesen mindig foglalkozol vele, tehát nem elfelejtve foglalkozol vele, és eltéríthetetlen vagy. Egyszerűen, egyszerűen ez a feltétel. Igen, és csinálunk. Hmm. Nyilván ehhez kellettek támogatók. Tehát kellett egy, egy közeg, egy közösség, kellettek barátok, család akár, de, de talán anyagi támogatók Hát így van, tehát tulajdonképpen a, a kiadást egy Barabás Gyula nevű barátunk támogatta, egyébként itt van. Nem, nem akarok rámutatni, mert nagyon szerény ember, de ő támogatta ezt a fordítást. Tulajdonképpen hosszú ideig a fordítás maga a háttérbe készült, mondjuk így, hogy anyagi támogatás nélkül, és amikor, amikor nagyjából megvolt a szöveg, akkor, akkor kértem meg a Gyusztit, hogy ha tud, akkor, akkor segítsen ebben. Hogy jöttünk mi a képbe, tankapuja a, a képbe, és ugye a, a mi történetünk is legalább most már három éves, tehát ez sem volt egy egyszerű folyamat, hogy egy már kész fordítást eljuttassunk odáig, hogy ma itt üljünk, és a kezünkbe vehessük a megjelen könyvet. Hát így van. Hát a helyzet az, hogy, hogy kezdetben a Librivel próbáltunk kooperálni, illetve a Helikon kiadóval, de végső soron nem nagyon Szóval kiderült az, hogy nem nagyon működik ez a dolog, de ráadásul ők azt mondták, hogy mindenképpen, mindenképpen keresünk meg titeket, tehát a tankapuja főiskolát, mert elsősorban ti vagytok ebben azok, akik, tehát a tankapuja ebben az, aki érdemben hozzá tud szólni ehhez. És akkor amikor mi megkerestünk titeket, akkor, akkor egyszerűen elindult egy folyamat. Ezt el tudom mondani, ugye, hogy enge, enge, valóban a he, engem a helikon Kiadó keresett meg, hogy van ez a szöveg, és hogy gondolkodnak a kiadásán, de szükség lenne valamiféle szakvéleményre, valamiféle akár lektorálásra is, hogy, hogy ez a szöveg ö, tényleg ö, biz, me, me, megbizonyosodjon róla mindenki, hogy megjelenésre érdemes, és hogy, hogy egy nagy kincs. És akkor ugye én vállaltam azt a főiskola nevében, hogy megvizsgáljuk mondjuk így néhány kollégával a főiskolán, hogy, 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 mit, mit kell -e valamit tenni ezzel a szöveggel. Akkor a, úgy indultunk neki, három kollégát vontam be ebbe a folyamatba, Bodó Ferenc kollégámat, Farkas Pál kollégámat és Tóth Zsuzsa kollégánkat, hogy, 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 hát lehet, hogy lektorálni kéne. Hát itt, itt ezt a szöveg, szót lehet, hogy máshogy kéne folytatni, azt lehet, hogy amúgy kéne ez. Tehát az a folyamat, elkezdődött az a folyamat, amire utaltál, hogy minél több ember keveredik bele a történetbe, annál inkább szétesik az egész, de jó szándékkal. Tehát jó, jó szándékkal kezdtük el vizsgálni. És a legnagyobb fordulat akkor történt, ez kb. egy évig tartott az egész, ez a nézegetés. Amikor mind a hárman ők, meg én, tehát négyen azt mondtuk, hogy mit nézegetjük ezt? Ez jó, úgy, ahogy van, ez konzisztens, lehet, hogy más nyelvi megközelítést alkalmaznánk, egyénileg mindenki más, tehát ők hárman se értettek volna egyet egyébként, hogy akkor ezt hogy kéne fordítani. Akkor meg minek? Akkor minek még négy, meg öt, meg hatféle módon szétszedni? Nem, ez jó, ez megjelenésre érdemes, óriási munka van benne, koherens, olvasmányos, és ráadásul a legnagyobb értéke, hogy tényleg ott van mögötte ez a praxis és a tapasztalás, hogy mi így, így hoztuk meg ezt a döntést egy év után, hogy akkor igen, kezdjük el a, nem a vizsgálatát, hanem igazából a tényleges kiadását, és akkor ott volt még egy folyamat, Helikonnal is beszéltünk, hogy hogy úgy döntöttünk, hogy végeredményben az a legjobb konstelláció, hogyha maga a, a tankapuja kiadó, a főiskola és egyház közös kiadója jelenteti meg, Nyilván a, a vandrops zennel közösen, tehát a, a ti közösségetekkel együttműködésben. És ezzel egy picit azt akartuk mondani, meg üzenni, így a szakmának is, hogy egy buddhista szent szöveg, mert hogy az, legalább olyan szent szöveg, mint az imént említett más vallások szövegei, a legjobb kezekben mégiscsak a buddhista közegen belül van. Hát tehát, hogyha onnan jött, akkor ott is kell megjelennie, és onnan is kell tovább. Folynia, onnan is kell kiáramolnia, mert, mert ott, ott van valószínűleg egy értő közeg, aki Igen. ezt a helyén tudja kezelni, értékelni tudja, és, és, és élni tud Bele. Hát pont, pontosan így van, bár természetesen, hogyha egy hétköznapi ember elolvassa a szöveget, akkor reményeim szerint megérti, hogy miről is van szó, és akkor elkezd gyakorolni. Ez nem buddhistáknak készült a fordítás, hanem, hanem, a nagy Így van, így van, tehát ez fontos tudni, hogy a nagy közösségnek készült a fordítás, tehát némely kompromisszumot kellett tennünk, mert a páli szövegben például a damma szót használják, a darma helyett, és mivel Magyarországon már annyira beette a köztudatban magát, a darma hogy szóval inkább a páli darmát használ. Ugyanígy a karma Szeretet. például. Ugye a karma az egy ismert kifejezés mindenkinek. Ennek a páli eredete az, hogy kamma, de ha elkezdjük a kammát használni, Igen. senki nem érti az elején, hogy mi is az. Ezért Igen. meghagytátok a karma kifejezést, ami nem a páliból, hanem a szanszkritból ered. Tehát gyakorlatilag azt mondtátok, hogy a páli kammának a magyar megfelelője a szanszkrit karma. Igen. Ezért legyen karma. Hát Pontosan. a nirvána az... is ilyen. Abszolút, nem nyirvána. nibbána, mert a nibbána a páli, hanem annak a páli nibbánának a magyar megfelelő a szanszkrit nirvána. Igen, ez pontosan így van. Tehát tulajdonképpen ezt értik a, a, az emberek, és ezért hagytuk így. Hát sokkal egyszerűbb, mint magyarázni, egy Nibbánát. mi a fene, nirvána. Jó, nirvána, jó, akkor már tudom. Nagyjából. <laughs> <laughs> Én ugye egy, egy órát kaptunk itt a, a, az íróboltjától, és még egyszer nekik is nagyon köszönjük, hogy itt tölthetjük ezt a mostani e, időt. De szeretném megnyitni a lehetőséget a közönségnek is. A maradék mondjuk így hét és fél percben, hogy, 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 hogy ők is kérdezhessenek elsősorban tőled István, de hát hogyha ha, ha itt ülünk együtt, akkor akár mind a kettőnktől, hogy, hogy, hogy vannak-e kérdéseik, kérdéseitek a könyvvel kapcsolatban, a elhangzottakkal kapcsolatban. Parancsolj! Mi történt itt -e? Most, hogy megtörtént az elengedése a zsulagnál. Milyen kiüresedés, vagy milyen tehetség? Mi, milyen volt megjelenve látni, elengedve látni? Hát az az igazság, olyan hosszú volt a folyamat, hogy még nem tudtam felfogni. Mert <laughs> még nem tudtam felfogni, hogy ez, hogy, hogy ez tényleg itt van. Persze látom, meg fogom, meg nem tudom mi. Mindenesetre a nyomdában nagy élmény volt, és a másik nagy élmény az volt, amikor elmentem a főiskolára, és bementem a terembe, mert 2000 példány nyomtunk, bementem a teremből tárolják ezt a 2000 példányt, persze három kötetszer 2000, és. 6000 darab. Tehát 6 darab, kiszámoltam csak, hogy hobbiból, hogy 5 millió oldal van nyomtatva, tehát 5 millió oldal, és bementem ebbe a terembe, ami mondjuk egy kapásból azt mondom, hogy olyan 5 méterszer 7 méter, és ember magasságig állnak benne a kötetek az lenyűgöző volt. Tehát az az, 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 tényleg döbbenetes élmény. De a nagyságát és a nagyságrendjét igazából nem tudjuk még felfogni. Tehát a Lászlóval, a Lacikával is beszéltem erről, még ezt még, ezt még, még nem tudjuk átélni. Ja, én, 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 három történetet osztanék meg ezzel kapcsolatban. Az első az, amikor a borító színén vacilláltunk, hogy milyen legyen a színe, és kaptunk egy panton szincskálát a, a nyomdától, és az irodámban vizsgálgattuk a színeket, és olyan sötét volt kint, hogy lehetetlen volt, a, ilyen borult idő volt, lehetetlen volt a szint jól látni. Amikor meg felkapcsoltuk a lámpát, akkor meg mindent ugye, tükrözött, meg ide-oda dobálta a színeket. Tehát egyszerűen képtelenség volt a szint kiválasztani. De valahogy mégiscsak kiválasztottuk, aztán meg ö, azon izgultunk, emlékszem te is, én is, hogy most jó lesz ez a szín a végén. Hát igen. Akkor elmentél a nyomdába a, a gépindulásra? Na, én nekem az volt egy ilyen különleges élmény, amikor elkezdett küldözgetni az ott készített fotókat. Ja, igen, hogy igen. Ez, ez nagyon szép, ez gyönyörű, és hogy egyben látni az egészet, mert akkor még nem volt ugye össze. Ö, kötve, hanem csak ilyen lapok tengere volt szerte szét az egész térben. Én azekről láttam fotót. Igen, igen. Ez is egy különleges élmény. És a harmadik az valóban a terem. Csak ez a terem, amiről az István beszélt, ezt úgy kell elképzelni, hogy a főiskolának van egy új épülete, ami, ami két éve épült, és van egy része ennek az új épületnek, amit meg most rendezünk be, egy ilyen konyha és étkező tér. És úgy gondoltuk, hogy túl nagy lesz ott a konyha, és hogy kevés az irodánk, mert annyi, mert bővül az iskola, hogy több kollégá van, hogy legyen, legy, és gyönyörű szép ablakai vannak, hogy abból ott csináljunk egy irodát a konyha mellett. Szépen le lett választva, ki lett épp alakítva az iroda, azon gondolkodtam, hogy kit fogok oda tenni, hogy fogom bővíteni a személyzetet, hogy kik ülnek majd abban a gyönyörű szép napos, ablakos, szép irodában. Amikor ö, föltette a kollégám a kérdést, aki szervezte a nyomda ö, a szállítását, hogy Gábor, hova fogjuk helyezni azt a... 2003-as tahat ezer kötetet. Hova? Fogalmam sincs. És a gyönyörű, szép, frissen elkészült, majd a irodának szánt kis szobába tettük be, mert ez az egy terünk volt, minden csurik tele van, ez az egy szoba volt, ami aznap lett kitakarítva, előtte napon festették, amikor jött a szállítmány, és akkor oda lett berakva. Most azon imádkozom, most mondhatom ezt a kifejezést, hogy minél előbb a 2000 példán terüljön a megfelelő gazdájához, hogy akkor az iroda ezzel a szellemi tartalommal felvértezve töltesse be a jövőbeli funkcióját. Mert ugye aki oda majd megy dolgozni ezek után, 6 ezer kötetnyi Magyar Manikai után, az biztosan fogja érezni magát. Egész biztos, hogy vegyétek meg. Más, más kérdések esetleg még. Hú, de jó kérdés. Na, hát ezt jó, jó. majd akkor beszéljük meg. Mert... Hát, jó, jó, beszélhetünk róla. Megmondom őszintén, hogy, hogy... Magyar Manikája kurzus 16 éven keresztül. Az jó. Az, az, az biztos, hogy magasabb szintű diplomát fog eredményezni, mint a három éves főiskolai képzés. Igen. Hát 16 év gyakorlat az már valami. Úgy. Jó ötlet. Van még... Irány, nem? Ó, remélem még... Még hosszú időnk van. Van-e még kérdés esetleg? Szabadon, lehet. Én nekem van egy kérdésem, csak nem arra nézek, hogy Gyuszi, megmondhatom-e, hogy ki vagy, rád mutathatok-e, vagy bemutathatlak-e, mint sponzort? Oké, okay. ott a Gyuszi fehér ő szponzorálta a kötetünket, úgyhogy nagyon köszönjük még egyszer. Úgyhogy... Az, az igazság. az a 16 munka, amit nagyon örömmel szolgált, hogy bankártyát végre valami való értéket is. Nagyon köszönjük, nagyon köszönjük. Hát a helyzet az egyébként, hogy ebben a világban a dolgok egyszerre vannak jelent, tehát az anyagi dolgoknak is itt kell lenni, ők és a szellemieknek is. A Igen, talán két. ez volt a legérdekesebb számomra, mint tapasztalás, hogy annyira a flottul, annyira gördülékenyen, minden, legalább, minden részletkérdést tisztázva, de gördülékenyen és megkérdőjelezhetetlenül zajlott az együttműködésünk ebben a, a mi három évünkben, amiben... Mi ezt végigkísértük, hogy nem, nem lehetett más az eredménye, mint az, hogy ez a kötet megjelent. És hát tényleg én kívánok komoly felszabadulást ezután, meg egy komoly elengedést is ezután, hiszen ez most már önálló életet él, a saját útját járja. Óhatatlanul beivódik a, a magyar nyelvbe ez a szöveg, évtizedekig fogják idézni, mire valaki újra nekiveselkedik, és 16 évet rászámba megjelenteti az ő verzióját majd 30-50 év múlva. Tehát ez egy akkora mű, akkora tett, aminek hosszú ideig lesz továbbgyűrűző hatása a magyarországi buddhizmusban, és a, a nem csak a buddhizmusban, hanem az értő közönség számára is, akik nem csak a Bibliát, meg a Koránt, hanem majd a Magyi Monikát is a kezükbe veszik. Hát remélem, hogy így lesz, úgyhogy váljon minden lény megvilágosodásának a javára. Ezt így szoktuk mondani valóban. Nagyon köszönjük a jelenlétet mindenkinek, és köszönjük az írók boltjának a helyszínt. Itt a boltban lehet kapni egyébként, persze itt a boltban lehet kapni. Igen, igen. Főiskolán is lehet kapni, és 27-én 27, -én, 27 -én még a főiskolán lesz egy másik jellegű bemutató, egy ilyen mélyelemzés típusú, ahol a német László Levente online jelen lesz. Tehát aki még szeretne tovább mélyülni a szöveg, me, szöveg megértésében, azt ott is szeretettel várjuk. Tehát november 27-én a budista főiskolán.